A szankciók kidolgozása, nem pedig ennek a követelménynek az eltörlése. Ugye, hölgyeim és uraim, ez olyan lenne, mintha Gyurcsány Ferenc, amikor nem tesz eleget alkotmányos kötelezettségének, akkor önök, ahogy le is szavazták ezt a javaslatot, nem azt mondják, hogy akkor szankcionáljuk valahogy, hanem akkor töröljük el az eredeti kötelezettséget is, és akkor már is megoldódik ez a probléma. Ez a különbség a mi hozzáállásunkban, tehát ha van egy jogos előírás, a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelménye, aminek eleget szeretnénk tenni, amire szeretnénk kötelezni a médiumokat, akkor ennek a szankcióit kell megalkotni, nem pedig, ha nem képesek, persze nem akarják teljesíteni, akkor eltöröljük ezt a feltételt. Ezért nem tudjuk támogatni ezt a harmadik módosító indítványát Karácsony Gergelynek, mindazonáltal, hogy a másodikat viszont mindenképpen szükségesnek tartjuk támogatni. Köszönöm figyelmüket! Köszönöm, képviselő úr, tisztelt képviselő úr, tájékoztatnom kell, hogy az ajánlás 1-től 4-ig terjedő pontjaival kapcsolatban volt lehetősége véleményt nyilvánítani. Tisztelt országgyűlés, most 2 perces felszólásra megadom a szót Karácsony Gergely képviselő úrnak. Köszönöm a szót, elnök úr. Kedves képviselőtársam, tisztelt ház, én azt reméltem, hogy adnélkül válaszoltam volna a kérdésre, hogy föltette. Én azt gondolom, hogy a médium, minden médiumtól összességében, minden magyaron tartalomszolgáltatást, vagy bármilyen műsorszolgáltatást végző médiumtól a kiegyensúlyozottságot megkövetelni nem hasznos dolog, és még egyszer mondom, az Alkotmánybíróság egyik 2000-es határozata szerint nem is alkotmányos. Ez nem jelenti azt, hogy a közpénzből fönntartott közszolgáltató televízióknál, vagy rádiónál az ne lenne vérlázító, hogyha ezt a kiegyensúlyozottsági szempontot nem érvényesítik. Mint ahogy az sem elfogadható, hogy azok a médiumok, amelyek tulajdonképpen az állam tulajdonában lévő frekvenciákon egy bizonyos időszakig műsor szolgáltatnak, ezek sem felelnek meg a kiegyensúlyozottság kritériumának. Itt is egyébként nem csak az a probléma, hogy még a kereskedelmi televíziók híradójában is van egy egyértelmű elhajlása a jobboldali politikusok megszólaltatásában, hanem például arról is, hogy amikor az Alkotmánybíróság megszüntette a 98%-os különadó szóló törvényt, és ezzel kapcsolatosan Lázár János képviselőtársam eléggé forradalmi törvényjavaslatokkal állt elő, a kereskedelmi híradók híradójában az első 10 hír között nem szerepelt ez a dolog. Tehát itt vannak komoly problémák a kiegyensúlyozottsággal. Én arról beszélek, például én a Barikád nevű újságtól, amit ugyan olvasója nem vagyok, de vélelmezem, hogy milyen tartalma van, én igenis nem követelem meg azt, hogy kiegyensúlyozottan tájékoztasson a dolgokról. Éppen azért, mert azt gondolom, hogy vannak olyan állampolgári közösségek, amelyek megvan a maguk politikai értékvilága, és azok olvassák azt az újságot, amit akarják. Nem szeretném, hogyha a média tanács felvértezve érezni magát ez alapján, a törvény alapján, hogy például a Barikádot mondjuk megszüntesse, vagy esetleg komoly bírságokat szabjon ki rá. Azt gondolom, hogy bár még egyszer mondom, nem hiszem, hogy sok mindennel egyetértenék ezzel, amit az újságban olvasnék, de nem gondolom, hogy a Barikádnak nincs helye nap alatt. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm, képviselő úr. 2 perces felszólalása jelentkezett Novák előtt, képviselő úr. Képviselő úr, meg kell kérdezzem, hogy melyik az ajánlás melyik pontjához kíván hozzászólni? Köszönöm a szót, elnök úr. Az ajánlás 4. pontjához kívánok továbbra is hozzászólni, ahogy előző beszédem utolsó 3/4-ben is jeleztem, hogy ez a legsúlyosabb probléma, és arról beszéltem végig az előző beszédem végén is, illetve több mint felében. Nos, kicsit úgy érzem magam most Karácsony Gergelyen, mint amikor az albizottság ülésén beszélgetünk. Ugye ez tudva levőleg 3 fős volt még ugye a múlt héten is, csak ellenzéki tagjai voltak, és így vett részt az összes tag a bizottság ülésén, és úgy folytatunk valamiféle párbeszédet, amihez ugye a kormánypártoknak nincs hozzáfűzni valójuk, hiszen nekik a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményében nincs problémájuk. Ugye hát 2/3 könnyű mindent megtenni, egyébként is időnként ugye csettintenek egyet azzal a bizonyos képzeletbeli karikás ostorukkal, akár ha az Alkotmánybíróságot kell megrendszabályozni, akár ha a médiát, arra is ott van Szalai Anna Mária. Azonban nem értünk egyet Karácsony Gergellyel abban, hogy persze, a közszolgálati médiumokra sokkal inkább kötelező kell legyen
a kiegyensúlyozottság, de az egyéb médiumokra is, hiszen nem indíthat ma akárki televízió. Tehát nem lehet azt mondani, amit mondjuk az internetre mondhatunk, vagy akár még a nyomtatott lapokra is, hogy ott mindenki indítson magának lapot. Ha van egy akkora társadalmi támogatottsága, akkor biztosan el fogja tudni mondani a véleményét. Tehát ahogy jelenleg is csak az elektronikus médiumokra, rádiókra és televíziókra kötelező, és az Alkotmánybíróság sem semmisítette ezt meg, tehát alkotmányosan kötelező a kiegyensúlyozott tájékoztatás. Ugyanúgy mi azt mondjuk, hogy a jövőben is elegendő ez. Egyébként mondjuk az országos napilapokon esetleg el lehetne gondolkozni, hiszen azért ugye azért akár a gazdasági versenyhivatal is foglalkozhatna ilyen kérdéseket. Nem olyan könnyű ma egy napilapot fenntartani, indítani, viszont nyilvánvaló, hogy heti lapokra, magazinokra és internetes portálokra, blogokra ezt mi sem tartjuk indokoltnak. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm, tisztelt országgyűlés, mivel több felszólaló nem jelentkezett, az áróvitát lezárom. Megkérdezem, Cserpalkovics András képviselőt kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra? Rogán Antal képviselő úr kíván válaszolni, önné a szó. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Rövid ideig szeretném rabolni a tisztelt parlament idejét, de néhány dolgot azért érdemes leszögezni. Egyrészt szeretném elmondani önöknek, hogy néhány hónappal ezelőtt még az volt a probléma ezzel a törvényjavaslattal, hogy ilyen nagy sürgősséggel került a ház elé. Hagytunk 2 hónapot arra, hogy benyújtsák a módosító indítványokat, 2 hónapot arra, hogy megvitassa ezeket a parlament és a végén döntést hozzon róluk. Most éppenséggel úgy látom, hogy ez a probléma. Néhány hónappal ezelőtt még az volt a probléma, hogy nem lehet semmit módosítani ezen a jogszabályon, mikor már a nyár elejé időszakban elmondtuk, hogy figyelembe véve véleményeket több ponton is módosítani fogjuk ezt a jogszabályt. Most természetesen az a probléma, hogy milyen sok helyen is változott, ebből látszik, hogy alkalmatlan a céljának a betöltésére. Tehát ha nem vesszük figyelembe a véleményeket, az a baj, ha figyelembe vesszük a véleményeket, akkor az a baj. Jó lenne, eldöntenék, tisztelt képviselőtársaim, hogy most melyiket is szeretnék a kettő közül. Én azt gondolom, hogy az itt a konkrét ajánlási pontok kapcsán elhangzottakról pedig, tisztelt képviselőtársaim, azért itt is van néhány nonsens dolog. Tehát először is az előző hónapokban többször elhangzott, hogy a sajtószabadság addig volt Magyarországon, amíg ezek a törvények nem kerültek a parlament elé. Eddig természetesen az oknyomozó újságírásnak semmilyen védelme nem volt. Nulla. Bármikor kötelezhető volt arra egy oknyomozó újságíró, hogy forrását kiadja. Most kap ilyen védelmet. Most már az a probléma természetesen, hogy ez a védelem ez úgymond nem jó semmire, akkor eddig volt sajtószabadság, vagy most lesz azután, hogy egyébként lesznek védelemre vonatkozó garanciák az oknyomozó újságírás számára. Tisztelt képviselőtársaim, azt gondolom, hogy ez a vita is sokkal inkább meddő vita, nem érdemi és nem tartalmi. Ami pedig a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményét illeti, én azt gondolom, ez minden valamire való médiumtól igenis elvárható. Azokban az átfogó jogszabályokban, amelyek a médiára vonatkoznak Nyugat-Európában, ott ez meg szokott jelenni. Lehet, hogy nem jellemző az angol száz világban, ahol ezt sokszor kicsit másként értelmezik, de az európai jogrendben igen. Én összességében azt szeretném mondani a tisztelt parlamentnek, tisztelt képviselőtársaimnak, főleg azoknak, akik alapvetően nem a kekeckedés szándékával, hanem valóban jobbító szándékkal állnak hozzá ez a törvényjavaslathoz, hogy higgyék el, az elmúlt hónapokban ez volt az a törvényjavaslat, amelyikre a legtöbb időt hagytuk a tisztelt háznak. Ez volt az a törvényjavaslat, ahol a legtöbb véleményt vettük figyelembe, ahol azt gondolom, hogy a lehető legalaposabban haladtunk végig azon, hogy valóban megvitatott módon, mindenféle szempontból megvitatva, civil szervezeteknek is lehetőséget adva, a tisztelt ház meg tudja hozni a végső döntését. Ezután nyugodt szívvel tudom ajánlani mindenkinek a tisztelt házban, aki valóban jót akar, ezt a törvényjavaslatot egészen nyugodtan szavazza meg. Köszönöm szépen, képviselő úr, tisztelt országgyűlés, most a módosító javaslatokról határozunk. Ezek egyike sem kapta meg a szükséges bizottsági támogatást, de ezekről a frakciók szavazást kértek. Az ajánlás egyes pontjában Karácsony Gergely a 4-es paragrafus elhagyását javasolja, amely a sajtószabadság részlet rendelkezéseit tartalmazza. A javaslat elfogadásához egyszerű többség is elegendő. Az LMP kérésére szavazunk. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés 48 igen szavazattal,
296 ellenszavazattal, egy tartózkodással a módosító javaslatot elutasította. Az ajánlás kettes pontjában Karácsony Gergely a 6-os paragrafus 3-as bekezdésnek módosításával hatósági jogkört módosít. A javaslat elfogadása minősített többséget igényel, az LMP kérésére szavazunk. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot. Az országgyűlés 95 igen szavazattal, 248 ellenszavazattal, egy tartózkodással a módosító javaslatot elutasította. Az ajánlás 3-as pontjában Karácsony Gergely a 13 paragrafus 2-es bekezdésének módosításával a tájékoztatási kötelezettséget változtatja meg. A javaslat elfogadása minősített többséget igényel. Az LMP kérésére szavazunk. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot. Az országgyűlés 50 igen szavazattal, 294 ellenszavazattal tartózkodás nélkül a módosító javaslatot elutasította. Az ajánlás 4-es pontjában Pálffy István a 19-es paragrafust új bekezdéssel egészíti ki. A rendelkezés szerint a médiaszolgáltatások nem sértik a házasság és a család intézményét. A javaslat elfogadása minősített többséget igényel. A KDNP kérésére szavazunk. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot. Az országgyűlés 101 igen szavazattal, 231 ellenszavazattal, 9 tartózkodással a módosító javaslatot elutasította. Tisztelt országgyűlés, most az árószavazás következik. Az egységes javaslat egészének elfogadásához a 22-es paragrafus kivételével a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Erre figyelemmel az árószavazásra két részletben kerül sor. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja-e a TPER 363 számú törvényjavaslat minősített többséget igénylő részét az egységes javaslat szerint? Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot. Az országgyűlés 254 igen szavazattal, 91 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a törvényjavaslat minősített többséget igénylő részét elfogadta. Tisztelt országgyűlés, most az egyszerű többséget igénylő részekről határozunk. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja a TPER 363 számú törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő részét az egységes javaslat szerint? Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot. Az országgyűlés 253 igen szavazattal, 90 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő részét elfogadta. Tisztelt országgyűlés, az előterjesztők indítványozták, hogy az országgyűlés elnöke az imént elfogadott törvény sürgős kihirdetését kérje a köztársasági elnöktől. Kérdezem önöket, hozzájárulnak-e ehhez? Kérem, szavazzanak! Az országgyűlés a sürgős kihirdetési kérelmet 253 igen szavazattal, 89 ellenszavazattal, egy tartózkodással elfogadta. Tisztelt országgyűlés, soron következik az államháztartásról szóló törvény 1992 évi 38-as törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása. A Gazdasági és Informatikai Bizottság önálló indítványát TPER 1283 számon, az egységes javaslatot pedig TPER 1283/8-as számon kapták készhez a képviselők.
mivel az egységes